Szeretettel köszöntünk mindenkit, itt áll mellettem Éberling Balázs, a Mi Hazánk Mozgalom Homorúdi polgármestere, és most itt vagyunk éppen Pécsen, ami nagyon érdekes, mert ugye Homorúd település a Duna másik oldalán van, tehát úgy néz ki, mintha Bács-Kiskun vármegyéhez, a régi Bácskához tartozik tulajdonképpen, de valójában ide, Baranya vármegyéhez tartozik. Miért is alakult ez így? Az, hogy igazából miért is alakult ez így, ezt valójában nem tudjuk. A Mohács-szigetnek nagy része, jelentős része tartozott Baranya megyéhez, azóta már Dunafalva Bács-Kiskun megyéhez tartozik. Önálló közigazgatási település, egyetlen egy van a Mohács-szigeten, Homorúd, ami még mindig Baranya vármegyéhez tartozik. Nem igazán találunk rá észszerű magyarázatot, de ez mégis így van. Na és ugye nektek ez egy óriási probléma, hogy ott vagytok a Duna másik oldalán, ugye Mohácssal szemben, és nincsen híd, tehát komppal tudtok csak átjárni, ügyeket intézni. Itt ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy ott van az orvosi rendelő, vagy hogy hogyan, posta? Vagy? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ahhoz, hogy alapvető közszolgáltatásokat igénybe tudjunk venni, nekünk egy komppal át kell kelnünk a Dunán, aminek van egy elég magas költsége, és ezt minden egyes mohácsi szigati lakosnak viselni kell, annak érdekében, hogy eljusson egy kórházi szakrendelőbe, annak érdekében, hogy eljusson ügyet intézni egy kormányhivatalba, és mivel a postahivatalokat a Mohács-szigeten bezáratták, most már egy postai ügyintézés is azt kívánja, hogy komppal keljünk át a Dunán, igen magas költségért. A politikának egy nagyon régi mulasztás ez a Mohácsi híd. Ugye hosszú évtizedek óta hallgatjuk ezt, hogy most már lesz híd, és meg van tervezve, és most már biztos, hogy lesz. A vitathatatlan tény, hogy szerintem ilyen közel még valóban nem álltunk ahhoz, hogy egy híd megépítésre kerüljön a Mohácsi Duna szakaszon, de mindig szkeptikusan kezeljük ezt szigeti emberként, mert az a tapasztalat sajnos, és ez nem rossz indulat, néhányan úgy tálalják, hogy ez rossz indulat, meg károgás. Ez egy szomorú tapasztalat, hogy a Mohács szigeti ember mindig csalódott abban, és nem lett kész a híd. Nagyon bízunk benne, hogy ez most nem így lesz, viszont néhány anomáliára föl kell hívni a figyelmet a Mohács 500 program kapcsán, aminek keretein belül megépülne ez a Mohácsi híd is. Na most bejelentette a kormány Mohács 500 néven. Gondolom, hogy ez a Mohácsi vész 500. évfordulója, vagy mi a Mohács 500? Igen. 2026 a Mohácsi csatának az 500. Gondolom, hogy ezért nevezte el a kormány Mohács 500-at. És ennek keretében most megígérték, már nem először, hogy megépül a Dunán keresztül Mohácsnál egy híd, ami nyilván jó lenne. Szerintem sokan örülnének neki, hogy lesz egy újabb híd a Dunán. Viszont neked vannak kifogásaid vagy problémáid, amelyeket eljuttattál hozzám, én pedig ezt egy írásbeli kérdésként benyújtottam a parlamentben. Lázár Jánoshoz fordultunk ezekkel a problémákkal, aki ugye a felelős tárca, hiszen ő a közlekedési és építési miniszter. Mit tartalmaz az írásbeli beadvány, amit tulajdonképpen együtt írtunk meg? Igen. Először is szeretném megköszönni ezt a segítséget. Azért fontos, csak egy kis kitekintés, azért fontos, hogy ezt Lázár Jánoshoz tudtuk eljuttatni, mert így mindenféle félreinformálásnak és fals információnak az erejét tudjuk venni. Tehát úgy gondolom, hogyha első kézből a miniszter úrtól kapunk válaszokat, akkor azt elkönyvelhetjük megbízható válaszként, és ezért is volt ez fontos, hogy a miniszter úr felé tudjuk ezeket az anomáliákat tormácsolni, illetve ezeket a kérdéseket, amire nagyon fontos választ kapnunk, hiszen a Mohács-szigeti lakosság, azon belül a homorúdi lakosság életét is döntően, életminőségét döntően fogja befolyásolni ez a néhány kérdés. Úgyhogy... Melyek ezek? Hát alapvető probléma volt, amit az országgyűlési képviselőnk felé jeleztem, hogy a terveken a hídhoz kapcsolódó úthálózat tervei nem szerepelt a Homorúdi útelágazónál fölhajtó a hídhoz kapcsolódó úthálózatra. Egy 400 méteres aszfalt útról beszélünk, aminek az elkészítési költsége úgy gondolom, hogy a Mohács 500 projekt költségvetéséhez képest, és azon belül a hídra szánt összeg tekintetében egy elenyésző tétel. Nem gondolom, hogy ilyen módon ezt érdemes lenne kihagyni, egy települést, illetve egy Bács-Kiskun megyébe tartó útvonalat levágni erről a vérkeringésről, csak azért, mert nem került oda megtervezésre egy 400 méteres útszakasz. Ez egy nagyon fontos probléma. A másik fontos probléma, hogy a Mohácsi hídhoz még forrás, még mindig nem rendelt hozzá a kormány. Erről kell, hogy szülessen még egy kormánydöntés. A közbeszerzés megtörtént, meg is van a nyertese, ugye a Duna aszfalt nyert, viszont a forrás még várat magára.
Ha a forrás meg lesz, akkor is a legjobb számítások szerint a hídnak a megépülése legalább 50 hónapot fog igénybe venni, ezt szakemberek közölték velem, szakemberek mondták, illetve különböző információs csatornákon keresztül jutott el hozzám, hogy hát minimum 50 hónapot fog igénybe venni. Felmerül a kérdés, hogy vannak más megvalósítandó fejlesztések is a Mohács 500 program keretében, mint például a Szent János Hotelnek a bővítése, aminek a tervei azok most kerülnek majd tervezőasztalra, viszont előzetes információk alapján a jelenlegi komkikötő felé tudna csak bővülni a Szent János Hotel, illetve ha megnézzük, valóban más lehetőség nem igazán van erre, viszont hogyha az előbb elkészül, mint a Mohácsi híd, akkor a komközlekedés a jelenlegi formájában nem tud folyni. Ez egy nagyon nagy probléma, mert csak egyetlen egy lehetőség van, hogy a komközlekedés üzemeljen, hogyha jelenlegi Sokac révet meg a Mohács-szigeti oldali révet fogja összekötni egy komp. Viszont ez azzal jár, hogy az utazásnak az időtartalma és az útnak a hossza az háromszorosára fog nőni, tehát valószínűsíthető, hogy azt a szállítási kapacitást nem tudja majd biztosítani a komp, mint korábban. Ebből sok számos probléma adódhat, például Mohácsi oldalról sok esetben ki a mentőautó, tűzoltóautó, illetve munkába kell járni embereknek. Tehát, hogy egy járat kimaradás ott van, az súlyos problémákhoz vezethet, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy hát hajózási szabályok is vannak, amit be kell tartani, és a kompnak mindig elsőbséget kell adni a sodorvonalba közlekedő hajók számára. Úgyhogy a véleményem szerint nem megoldható az, hogy ezt a közlekedést áthelyezzük a Sokac révbe, mindaddig, amíg a híd el nem készül. Tehát valószínűsíthető, hogy addig az időpontig, még a híd nem kerül átadásra, addig el kellene halasztani a Szent János Hotelnek a bővítését, annak érdekében, hogy ne érjen semmilyen sérelem és kár szigeti lakosokat, vagy a kompon közlekedő utazó közönséget. Ami még itt rendkívül nagy probléma, és amit orvosolni kellene, mivel a politikának a mulasztása az, hogy eddig nem épült meg a Mohácsi híd, és 2026-ra sem fog elkészülni, ezt kijelenthetjük, mert nincs egyszerűen fizikailag annyi idő a kivitelezésre, hogy ez elkészülhessen. Ezért azt gondolom, hogy egy ilyen költségvetésű projekt keretein belül nem volna egy számottevő tétel azoknak a lakosoknak, Mohács-szigeti, azon belül Homorodi lakosoknak a számára ingyenessé tenni a komközlekedést, akik erre a szolgáltatásra rá vannak utalva, hátrányos helyzetben vannak azokkal az állampolgárokkal szemben, akiknek ezt a komköltséget nem kell kifizetni azért, hogy közszolgáltatásokat igénybe vegyenek. Igen, tehát nem nyaralni mennek, vagy így kirándulni. Nem nyaralni és kirándulni, hanem erre nekünk kötelező igénybevétel, tehát kötelező rá vagyunk szorulva, hogy ezt igénybe vegyük, ezt a szolgáltatást, annak érdekében, hogy az életünk zajlani tudjon. Igen, igen. A másik oldalán is. És valóban, tehát ez a Mohács 500 program keretéhez képest ez egy igen elenyésző összeg, erre végeztem előzetes becsléseket is. Véleményem szerint a teljes mohácsi szigeti lakosság, aki erre a szolgáltatásra rá van utalva és nem tudja kikerülni, az ő számukra ez körülbelül évi 40-45 millió forint mértéket öltene. Azt gondolom, hogy egy 330 milliárd forintos beruházásnál ez nem tétel. És ugye ez csak addig kellene biztosítani, ezt az ingyenes átkelést, amíg a híd átadása nem kerül, és akkor amúgy sem kell üzemeltetni a kompot a jövőben. No, hát ez ügyben fordultam a parlamentben, tehát Lázár János miniszterhez, és várjuk a válaszát. Én bízom benne, hogy lesz azért valamilyen eredménye ennek a tiltakozásodnak. Köszönöm szépen még egyszer a segítséget, és bízunk a miniszter úrnak a pozitív válaszában.